A két közgyűlés közötti beszámolóban szerepel, hogy kamera kihelyezését kérték a Szél-Kálmán utca Éhen Gyula tér környékén lakók, a vélhetően hajléktalan emberek közterületen tanúsított szabálysértő magatartása miatt. Az előadásokat már az MMIK-ban tartják, de teljes körűen majd december 15-ével költözhet vissza a Mesebolt Bábszínház a felújított épületbe. Addig a próbák a Velter Károly utcai volt szobaszékházban folynak. Téma lesz a Blagusz tavalyi beszámolója. A képviselők január 31-ig jelezhetik a buszmenetrenddel kapcsolatos javaslataikat a szolgáltatónak. Módosítják az idei költségvetést, tárgyalnak ingatlanokról, megvitatják önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok félévi beszámolóját és üzleti tervét. A hó végén távozik posztjáról a temetkezési vállalat ügyvezetője, a helyére határozatlan időre Szabó Erikát nevezik ki. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy 25%-kal emelik az uszoda és a termálfürdő szolgáltatásainak árát. Balesetveszélyessé vált a Városháza külső burkolata, be kell avatkozni. Első körben rögzítik, illetve eltávolítják a meglazult elemeket és kijavítják az alattuk lévő felületet, ennek várható költsége 100 millió forint. A második ütemben pótolnák a burkolati elemeket, elkészülne a hőszigetelés és a festés. 2026 végére megépülhet a Sárdi-éri iparterületet a 86-87-es elkerülővel összekötő út. A körforgalomba csatlakozó 250 méter hosszú szakasz 200 milliós költségét teljes egészében fedezné a Top Plus program, ahová az önkormányzat pályázik. Téma lesz a közgyűlésen a szombathelyi foci jövője. A Haladás VSE csapatot indított az NB3-ban azzal, hogy az indulási jogot a bajnokság téli szünetében átruházza az önkormányzat által létrehozott sportszervezetre. Megalapítják a Haladás 1919 labdarúgó Kft.-t 3 millió forint törzstőkével, Keringer Zsolt ügyvezető irányításával. 79%-ban az önkormányzat, 10-10%-ban a Haladás VSE és az Illés Akadémia, 1%-ban a Victoria FC lenne a tulajdonos, a későbbiekben pedig a szurkolók is részesedést kapnának. Novemberre kidolgozzák a részleteket. Változás várható az önkormányzati bérlakás állomány kezelésében. A SZOVA eddigi feladatkörét a polgármesteri hivatal rendszerébe integrálják egy új irodai szintű szervezeti egység formájában. Megvizsgálják továbbá az államtól átvett, határozatlan időre szóló kijelöléssel rendelkező bérlakások értékesítésének lehetőségét. 330 ilyen bérlemény van Szombathelyen, amelynek a bérleti jogviszonya örökölhető. A bérlőknek elővásárlási joguk van, felmérik, hányan élnének vele. Németh Ákos tanácsnok javaslatára a Just Nature programban a Hunyadi úton kialakítás alatt lévő új közpark, a Százhold Park elnevezést kaphatja. Az új közgyűlés alakuló ülését október 10-én tartják.